az igazi szerelem kiteljesedése, előrehaladása vezethet boldog házassághoz. De mi van azokkal, akik nem éreztek az életben igazi szerelmet, vagy volt társuk, mondjuk menyasszonyuk, vőlegényük, de a házasságkötés előtt valamilyen módon szétszakadt ez a kapcsolat. Akár haláleset folytán, ez sem ritka, akár olyan csapás folytán, mint ahogy én is ismertem egy hölgyet, aki nagyon szerelmes volt egy német férfiba, aki a II. Világháború idején kegyetlen balesetben részesült, le kellett venni a fél lábát, de úgy is ragaszkodott ahhoz a férfihoz, csak a férfi átgondolva mindent, mégis visszaköltözött Németországba, úgy látszik nem akart ilyen teher lenni egy asszonynak a vállán, és ez az asszony ezt a szerelmet tartotta élete igazi nagy szerelmének, és úgy gondolt, hogy ezután már nem is jöhet más, egyedül maradt, és egész 40 éves koráig ezt el is tudta magával fogadtatni, de akkor mondta nekem, olyan hevesen gyötörni kezdte azt, hogy nincs gyermeke, hát ezen is úrrá lett, mert kivett állami gondozott gyermekeket, és maga-maga több gyermeket is felnevelt. Szóval az élet nagyon váratlan eseteket produkál, és nagyon nehéz helyzetekbe tudja belevinni azokat az embereket, akik úgy olyan szépen elképzelték maguk számára a boldog házasságot, de ebben mégsem lehetett részük. Az Ószövetség is szól az egyedül valókról. Engedtessék meg, hogy én most így nevezzem ezt saját fordításban. Aki olvassa a Bibliát, a Károlyi fordításban a heréltek kifejezés áll, az Ószövetségben, például Ézsaiás könyvében, vagy a nemzésre alkalmatlan, mondjuk Máté evangélium a 19. fejezetében, mert Jézus Krisztus visszatért ezekre az esetekre. Úgyhogy mielőtt az igazi házasságról beszélnénk, a Biblia szerinti házasságról, ejtsünk szót azokról, akik nem részesülnek, vagy eddig sem részesültek ebben. Ézsaiás próféta könyve 56. fejezetével kezdeném. Itt az első verstől a következőket olvashatjuk. Így szól az Úr, őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. És ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adta magát, bizony elszakaszt az Úr engem az ő népétől, ne mondja a herélt sem, íme én megszáradt fa vagyok. Tehát most akkor az én mai fordításomban ne mondja az egyedül maradott, hogy én száraz fa vagyok. Mert így szól az Úr a heréltekeknek, tehát azoknak, akik az életben egyedül élik le az életüket. Akik megőrzik szombatjaimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez, adok nekik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nekik, mely soha el nem vész. Az első 5 verset olvastam, de csodálatosan kibontakozik ebből az isteni kijelentésből az, hogy az életben végül is mindenki egyedül van, mindenkinek az élete egyedül kerül majd a mérlegre, nem hivatkozhat arra, hogy jó feleségem volt, vagy gyermekeim, mindenki a maga egyedül valóságában ítéltetik majd meg. És ezért óriási ez az ígéret a herélteknek, vagyis az egyedül maradottaknak, hogyha ők ugyanúgy élnek, hitre jutva,
ahogy azok az emberek, akik talán családban élnek, de nem az különbözteti meg a két embert, hogy az egyik egyedül maradt, a másiknak pedig gyermekei vannak, hanem az különbözteti meg, hogy az egyik ember megtért ember, a másik pedig, ha megtéretlen, hiába van családja, hiába vannak gyermekei, milyen felfogással él az életről és az örök életről. Esetleg ki is maradhat belőle. Akik Istent megtalálták, és az egyedül valóságukban Isten pótolja a társnak a hiányát, és megad olyan örömöket, olyan boldogságot is az egyedül maradt embereknek, amelyről szinte sokszor emberi tapasztalat nyomán is azt érezhetjük, hogy nagyobb boldogság, mint hogy is mondja itt Ézsaiás próféta, a fiakban és a lányokban élő név. Mert sokszor azok, akiknek családjuk van, és megadatott nekik, hogy gyermekeik születhettek, dicsekszenek a gyermekeikkel. Hát, ha persze dicsekedhetnek, mert a mai világban a nemzedékek közötti ellentét egyre hatalmasabb, de hát sok ember dicsekszik azzal, hogy elvégezte az iskolákat, diplomát szerzett, ő is családot alapított, és munkahelyeken, más egyéb helyeken azért gyakori beszédtéma, hogy mi van a gyermekeddel, ugye ez a legnagyobb boldogság, hogy az ember a gyermekeit jó úton láthatja. Nem ez a legnagyobb boldogság. A legnagyobb boldogság az, hogy Istennel megbékéltünk, vagy nem békéltünk meg. Megtértünk, vagy nem tértünk meg. Ez már az Ószövetség is ez alá, az égisz alá vonja, az Új Szövetség pedig még inkább, hiszen ott teszi fel majd Jézus a híres kérdés, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim, és utána, amikor senki nem tudja megadni rá a választ erre a nagyon egyszerű kérdésre, akkor mondja Jézus, hogy aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Így olvashatjuk ezt Márk evangéliuma elején, abban a döbbenetes történetben, amelyet még sokszor fel fogunk idézni, a bevezetés a Biblia tanulmányozásához című sorozatunknak ebben a szakaszában, ahol az emberi élet alapjairól, alapegységéről, szerelemről, házasságról, családról, gyermeknevelésről szólunk. Tehát csodálatos ez az Ézsaiás ige, hogy mondd meg, mert ezt mondja Isten az egyedül maradottaknak, hogy én ugyanolyan tisztséget adok nektek, mint a többi embernek, és az én házamon és falaimon belül van munka számotokra, és sokszor azt látjuk, hogy akik egyedül maradottak, azok jobban tudnak bánni például gyermekekkel, unokákkal is. Persze ott van a másik véglet is, hogy akik egyedül valók, azok sokszor gyorsabban megítélik a családosok életében rejlő visszásságokat, vagy nevelési következetlenségeket, akár el is fordulhatnak attól a családtól és emberi környezettől. Tehát mindenre van példa, de arra is van példa, hogy akik egyedül maradottak, csodálatos érzékenységgel rendelkeznek gyermekek iránt, nevelési kérdések, helyzetek megoldása iránt. Tehát a Biblia egyáltalán nem teszi félre azokat az embereket, vagy nem tekinti kisebb jelentőségű vagy értékű emberi személyiségeknek azokat, akik vagy nem házasodtak meg, vagy egy rövid házasság után hosszú özvegységben gondolkozva nem házasodnak meg újra, hanem mindenki számára van hely a földi munkában, és mindenki számára lesz hely az örök életben. De aki újonnan nem született, nem láthatja meg Isten országát. Aki nem születik víztől és lélektől, nem léphet be az Isten országába. Idézhetjük Jézus nevezetes kijelentését János evangéliuma 3. fejezete szerint. De egy beszélgetésben, amelynek részleteit még a következő alkalmakkor is idézni fogjuk, Jézus maga is szólt arról, hogy miféle egyedül maradottakat ismer a világ.
Mert amikor Máté evangélium a 19. fejezetében egyszer a tanítványok a házasságról, a válásról, a mózesi vállólevélről kérdezték, amelyről majd mi is külön fogunk szólni néhány alkalommal ezután, akkor Jézus kitért azokra is, akik egyedül kell, hogy maradjanak. Igen, kell. Mert ugyan Isten arra teremtette az embert, hogy társa legyen. Tehát persze tudjuk jól, hogy a társ mondjuk a barátságban is meg lehet, nem ugyanolyan fokon vagy minőségben, vagy körülmények között, mint a házasságban, de azért az igazi barát vagy barátnő is tudja pótolni az igazi férj vagy feleség hiányát, nem is szólva arról, hogyha az ember igazán megtalálja Istent, akkor Isten jelenléte, Jézus Krisztus kegyelme, a Szentlélekkel való együttélés mindent pótol. De Jézus a következőt mondja a tanítványok ama híres felhördülésére, hogy akkor nem jó az embernek megházasodni, hogyha te, mester, még inkább megszigorítod a házassággal kapcsolatos tanításokat, és szinte a vállólevelet sem engeded meg, mert hiszen Mózes a ti szívetek keménysége miatt rendelte csak el azt, akkor Jézus a következőt mondja Máté evangélium a 19. fejezet 11. versétől. Ő pedig mondta nékik, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, megint az ószövetségi kifejezést használja itt Károlyi, az újabb protestáns fordítás mondom a nemzésre alkalmatlannak, vagy akik lemondtak a nemzésről, tehát egy egészen naturális kifejezést használ. Én továbbra is lecserélném az egyedülvalókra, és már így olvasnám. Mert vannak egyedülvalók, akik anyjuk méhétől születtek így. Vannak egyedülvalók, akiket az emberek tettek azzá. És vannak egyedülvalók, akik maguk tették magukat egyedülvalókká a mennyek országáért. Aki beveheti, vegye be. Kulcsfontosságú ennek a Máté 19-11-12. Versnek a megértése. Mert Jézus itt az elején és a végén is azt mondja, hogy ezt igazán hitre törekvő, hitben elmélyedő emberek értik majd meg. A világ sajnos sokszor ezt nem érti meg. Az Ószövetség nyelvén is ezért kellett beszélnie Istennek sokszor olyan tekintetben, hogy nagy dolognak tartották a gyermekáldást, és akinek nem volt gyermeke, például olyan asszonyt, azt szinte emberszámba se vették. Ugye ismerhetjük Ábrahám történetéből azt az életszakaszt, amikor Sárának nem születhetett gyermeke, pedig maga Isten ígérte meg, hogy majd gyermekkel ajándékozza meg, de hát 25 év telt el az isteni ígéret és annak megvalósulása között, és még a hívők atyát, Ábrahámot is rávehették, illetve hát Sára vette rá, hogy Hágártól nemzen gyermeket, mert se férfinak, se nőnek az ókorban, és azt hiszem azután sem, a mai korban is nem vált előnyére, hogy ha a házasságában nem született egy gyermeke, pedig a Biblia a házasságot nem a gyermekáldás számától teszi függővé. Ugye majd fogunk hivatkozni éppen a következő alkalommal arra, de jobb, hogyha többször is hivatkozom Mózes első könyve, 2. fejezet 24. versére, a híres Biblia verse, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egyé, vagy egy testé, és itt pont van. Nem mondja azt, hogy majd születik egy gyerek, két gyerek, de a legszebb az, hogyha három és több, hogy ugye, ahogy a magyar nyelv is mondja, vidéken még nagyon élénken él ez a nyelvhasználat, hogy hány családod van. Ez annyit jelent, hogy hány gyermeked van. A Biblia ezt nem írja alá. A Biblia szerint, amikor két ember szeretetben megismeri egymást, ragaszkodás jön létre a kettő között, és lesznek ketten egyé, az már család.
A családhoz két ember kell, nem három, vagy négy, vagy öt ember kell. Itt a bibliai nyelvhasználat és a hétköznapi emberi nyelvhasználat között megint azt látjuk, hogy elég tetemes különbség van. Nos, hát Jézus azt mondja, hogy aki lelki szemmel tekint erre a dologra, aki Isten szavát megfontolva mérlegeli ezeket az összefüggéseket, az meg kell, hogy értse, hogy az egyedül maradottságnak legalább három nyomós oka lehet. Holott Isten arra teremtett bennünket, hogy megtaláljuk a társunkat, mert nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Olvassuk Mózes második könyve, első könyve, második fejezet 18. versében. Na de a bűn következtében sok minden dolog megváltozott. És Istennek ez az eredeti teremtői szándéka ma csak részlegesen valósulhat meg, és ha nem valósul meg bizonyos emberek életében, ez nem annyit jelent, hogy ők ne élnének teljes életet. Nos, hát miért is maradhat egyedül az ember az életben? Mert anyjuk méhétől fogva egyedül valók. Hát ez vonatkozik azokra az emberekre, akik mondjuk testileg sérülten születtek, tehát mondjuk a vízfejűségtől a Down-kórig bezárólag nagyon nagy, manapság már nagyon nagy a skálája azoknak a világra jött embertársainknak, akik nem alkalmasak társas együttlétre. Tehát nem alkalmasak arra, hogy segítő társak legyenek, hiszen a segítő társi mi volt a legfontosabb a házasságban, hogy gondolkodásban megértsék egymást, támogassák egymást, a közös és jól megfontolt célokban egyek legyenek. Tehát ilyenre azok, akik már eleve úgy születnek, hogy valami károsodással, testi, lelki, egyéb más, nem kell talán részleteznem, és a skálát kibontanom, csak két végpontot jelöltem meg egy nagyon rossz végpontból, és hát szerencsére ma a Down-kort már nagyon szépen tudják kezelni, és tulajdonképpen félig meddig gyógyítani is, de talán addig, hogy eljusson egy ilyen ember a másik ember elhordozásához, a segítőtársi minőséghez talán most sincs erre még lehetőség. A második eset a szomorúbb, akiket az emberek tettek ilyenné. Tehát a rossz tapasztalat, a rossz példa. Hát ismerek olyan valakit, aki azt mondta, hogy a munkahelyemen olyan sokszor, hogy reggel elkezdtük a munkát, és hát lányok, de főleg asszonyok között dolgoztam, olyan sok mindenről panaszkodtak a házasfelükkel kapcsolatban, vagy a családi problémákkal kapcsolatban, hogy azt mondtam, hogy hát ezért házasodjam meg, hogy tele legyen az életem gyötrelemmel. Persze ez lehet a nem végig gondoltságnak, vagy éppen a hitetlenségnek is a jelzése is, de el kell, hogy fogadjuk azt, hogy sokszor emberek azért nem házasodnak meg, mert olyan sok rossz tapasztalatot szereztek, talán éppen a maguk családjában, vagy éppen a környezetben, vagy éppen, hogy ne mondjam, egy gyülekezetbeli számtalan rossz házasságot hordozó családok szemlélésében is, hogy azt mondták, hogy, vagy azt mondják most magukban, inkább lemondanak arról, hogy megházasodjanak. Tehát tudatosan, vagy a keserűség, vagy bármi más dolog miatt ők végül is úgy döntöttek, és aztán, ahogy teltek, múltak az évek és évtizedek is, ezt meg is erősítették. Természetesen az időskori házasság sincs kizárva, hogy Rút könyvében olvassuk, hogy egy megözvegyült asszony még Boáznak felesége lehetett, sőt, még talán abban az életkorban volt, tehát nem 40-50 év fölött volt Rút, hogy még gyermeket is szülhetett a férjének, Boáznak. De minden esetre Jézus ezt a második esetet úgy emelte ki, mint azokat az egyedül való embereket, akik valamilyen ok miatt, ne is kérdezzünk rá, legyünk tapintatosak és diszkrétek, a másik embert mindig úgy kell elfogadni, akár házas, akár nem házas, ahogy van,
hogy ők nem bocsátkoztak bele ebbe a nagy vállalkozásba, vagy más megfogalmazás szerint kalandba, ami a közös tehervállalás és a szeretet megélése a kölcsönösségben. Ők ezért maradtak egyedül, mert az emberek tették őket ilyenné. És van egy harmadik csoport, akik tudatosan mondanak le a házasságról. Ez volt magának Jézus Krisztusnak az esete is. Csodálhatjuk, hogy a mai világ ebből gúnytűz, vagy különböző Mária Magdolna történeteket eszkábál össze, hiszen Jézus nem csak azért jött a világra, hogy a házasságokat megjobbítsa, hogy megtérést adjon az addig talán megtéretlen házasfeleknek. Jézus küldetése egyetemesebb volt, minden emberi probléma kezelésére érkezett erre a földre. Tehát ő nem korlátozhatta magát azzal, hogy házasságban éljen, és ez bizonyára el is vette volna az idejét. És ugyanez volt talán mások esete, mint Jeremiás prófétának az eset, aki szintén egyedül maradt szemben mondjuk Ézsajással, akinek boldog család élete, prófétanő felesége volt, vagy Hósással, akinek boldogtalanná vált a család élete, mert felesége Gómer utcanő lett. És sorolhatnánk még tovább Pál apostolig azokat az eseteket, amikor nem vitték magukkal a feleségüket a missziós útjukra, mint Péter, aki házasságban élt. Pál egyedül rótta a földközi tenger medencéjének a keleti részét, és vitte az evangéliumot azért, mert ők tudatosan lemondtak. A tudatos lemondás azonban szintén hitből kell, hogy történjék, nem külső kényszerre és parancsra. Ez nem a cölibátusnak az alátámasztása. A cölibátust a középkorban egyébként is azért vezették be, teljesen anyagi megfontolásokból, hogy az egyházi birtok ne osztódjék tovább. Aztán persze később megmagyarázták minden más érvel, de ha valaki erről tudatosan lemond az Isten előtt, kedves, és megadja az erőt, hogy így tudja végezni a munkáját és az életét egyáltalán, de a külső kényszer ebben a dologban rossz tanácsadó. Az Ószövetségben egyébként meg kellett nősülnünk a papoknak, és a főtanácsban nem vehetett részt más, csak az, aki tudta a családi élet bonyodalmait, és tudott másoknak vigasztalást, erőt, bátorítást nyújtani családi konfliktusok alkalmával, és tudott olyan igéket megszólaltatni, amelyek ilyenek orvoslására valók voltak. Az egyedül maradottakkal is ott van az Isten, de a másik végletbe se essünk, mint a középkorban ezt a hatalmi kereszténység tette, hogy lenézte a házasságot, mint egy alacsonyabb, rendűbb emberi társulási formát, és fölemelte a szerzetességet, az apácák életét, a papok életét, mint akik sokkal inkább magasabb rendű életre törekszenek. Erről szó nincsen, hiszen Jézus Krisztus, ami megváltunk, első csodáját hol is tette? Hát bizony a kánai mennyegzőn, azt tisztelte meg egy ifjú pár egybekerését és lakodalmát. Mi is e felé kell, hogy most menjünk ezután, és beszélnünk kell a bibliai házasságról.